Az eleset hősökre emlékeztek a honvéd hagyományőrző Egyesület Zala megyei szervezetének tagjai minden szentekkor. A katonai hagyományőrzők megkoszorúzták az általuk állított II. világháborús domborművet, majd elhelyezték az emlékezés virágait a városi köztemető katonai emlékműveinél is. Druskóci István, az Egyesület tagja a híradónak elmondta, eleinte alig találtak mécsest a Tripammer utcai emlékhelynél, ma már azonban az ő kezdeményezésüknek is hála rengetegen róják le itt kegyeletüket. A csoporttagok, kiegészülve a vitézekkel, egészen az esti órákig díszsorfalat állt, a nemrégiben felújított központi emlékműnél. Minden évben koszorokat helyezünk el itt a temetőben, és ahogy jöttünk felfelé, hogy megkezdjük a második világháborús emlékműnél, utána a néphadsereg és kopja onnan elmegyünk a szovjet, onnan elmegyünk a magyar-német, és innen pedig eljövünk ide az első világháborús parcellába. És több szervezet dolgozik most itt együtt. Külön öröm, hogy a Magyar Honvédség 6. Sipos területvédelmi ezrednek, 48-as területvédelmi zászlójának tagja is, akik most épp az Obrésznél vannak, díszeregnek és a természetes honvédhagyom az Egyesület, és végül nem utolsó sorban a vitézek történelmi rendje is minden évben csatlakozik a csapathoz, és itt több egyesület együtt dolgozik.